Február 22-ére írta ki a Nemzeti Választási Bizottság a veszprémi időközi választást. A kétharmad sorsáról döntő szavazáson egyelőre nem tudni, kik indulnak majd. Az viszont biztos, hogy ki nem. Török Gábor politológus a Facebookon jelentette be, hogy bár elgondolkodott a jelöltségem, végül mégsem indul. A politikai elemző vetélytársa Simicska Lajos lehetett volna. Azt még ma sem lehet tudni biztosan, hogy a közgép tulajdonosa indul-e a választáson. Ketyeg az óra Veszprémben. Alig 3 hónap múlva új országgyűlési képviselőt választanak a helyiek. Az már biztos, hogy február 22-én kell szavazniuk. Azt gondolom, hogy itt február elég nagy felhajtás lesz. Én mindig elmegyek szavazni, én minden szavazásra elmegyek. A napokban többen is jelezték, megmérettetnék magukat Veszprémben. Először Török Gábor politológus, majd Simicska Lajos, a közgép tulajdonosa is bejelentette, gondolkodik az induláson. A veszprémiek nem örültek a jelentkezőknek. Kicsit le vagyok döbbenve, és nem örülök neki. Az jobb lenne, hogyha az itt élők lennének, itt igen. Szerintem sokkal jobb lenne, hogyha a helybeliek, olyanok, akik tényleg átélik azt, hogy mind a szegényebbek sorsát, akik benne élnek a tömegben, és lássák azt, hogy mi van. Török Gábor politológus egyébként Veszprémtől nem messze lakik. Ő egy közösségi oldalon írta, ha elég lájkot kap, megméretteti magát a városban. A Jobbik közölte, ha így lesz, támogatják, nem indítanak senkit a politológussal szemben. A Népszava közben arról számolt be, a milliárdos vállalkozó Simicska Lajos lehet Török Gábor kihívója. A politológus ekkor azt mondta, így át kell gondolni az indulást. Abban nem vagyok annyira biztos, hogy akkor szereplőként, tehát saktáblán, bábuként is szeretnék megjelenni. Úgyhogy ezt át kell gondolni, ezt a kérdést. Az RTL híradónak tegnap a közgép sajtófőnöke megerősítette a sajtóinformációkat. Simicska Lajost veszprémi barátai valóban felkérték arra, hogy induljon el a veszprémi időközi választáson, és ő komolyan gondolkodik rajta. Ennél biztosabbat ma sem tudtunk meg Simicska Lajos indulásáról. Török Gábor azonban egy közösségi oldalon bejelentette, hiába a sok támogató nem indul Veszprémben. Ma már nem akart nyilatkozni. A veszprémi időközi választást azért kellett kiírni, mert a körzet fideszes képviselője, Navracsics Tibor, uniós biztos lett. Tavasszal 133 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, amellyel épp megvan a kétharmados többsége az országgyűlésben. Ha februárban nem a kormánypártok jelöltje nyer Veszprémben, a Fidesz-KDNP elveszti a kétharmadot.